A miocén és a pliocén korszak idején ősi tenger foglalta el a mai Kárpát-medence területét. 30 millió év alatt hatalmas kontinentális méretű kőzetelemek közeledése és ütközése következtében fokozatosan felgyűrültek a Panon-tengerben lerakodott hüledékek, és a mikrolemezek mozgása, továbbá a vulkánikus tevékenység együttesen alakította ki a Kárpát-medence mai képét. A Káli medencében Köveskál felé tartunk. A 337 méter magas hegyes tűmelet haladunk el, amely közel 8 millió évvel ezelőtti vulkánkitörések emlékét megdermedt bazaltláva formájában őrizte meg számunkra. Bortermelő vidékhez, és a helyiek emlékezete szerint a Badacsonynál is híresebb és keresettebb bort egykor nagy szekereken egészen Bécsig szállították. Hanvas Béla az Öt géniusz című művében zseniálisan felismerte, hogy a Balaton felvidék a Mediterrániumhoz tartozik. Úgy látszik, az ember világosabb és melegebb földre ér. A napfény fehérebb, majdnem olyan fehér, mint a földközi tenger fölött. A színekről a köd eltűnik és jobban világítanak. A tárgyak körvonala élesebb. A légkör, mintha elektromosabb lenne. E táj sok olasz vidéknél is déliesebb. A fény az embert is átsugározza, a dolgokba is bevilágít, és a gyümölcs íze is világosabb. Köveskál a kora középkor óta lakott település, amely a török uralom idején elnéptelenedett, és csak a törökök kiverés után indulhatott újból fejlődésnek. Az élelmes emberek az átfolyó patakokon vízimalmokat, mosóházakat építettek. Az elmúlt évtizedekben régi házai közül számosat szépen felújítottak. Köveskáltól 4 kilométerre található Szentbékkála.
A falu szerkezete a 13. század elején kezdett kialakulni. Viszonylag kis kiterjedésű határa, körben erdős, dombos és csak délfelé nyitott, azonban az utóbbi nagy része mocsaras. A Káli medencében többen is talán kisebb-nagyobb kőtengereket, például a Kővágóris mellett, de a Szentbék Kálói a legnagyobb és a legszebb. A hatalmas kőtömbökkel borított ligetes erdőben fekvő terület a Balaton felvidék egyik legfontosabb geológiai kincse. Úgy hevernek a dombtetőn a szürke kőtömbök, mintha egy mesebeli óriás hanyag mozdulattal szétszórt volna pár túlméretezett kavicsot. A kőtenger úgy keletkezett, hogy a vulkánikus útömüködés idején évvizes források törtek föl. A Panon-tengerben lerakódott homokot forró kovasavas oldatok járták át, ami összecementálódott. Az évmilliók alatt az erózió szép lassan eltüntette a puhább részeket, így jöttek létre ma is látható változatos formák. Thank you.
A kőtenger központi helyén egy kisebb háznagyságú gigászi ingókő magasodik, az úgynevezett keremenkő, legfelső, közel 10 tonnás kőpadja csak 3 ponton támaszkodik az alatta fekvő tömre. Néhány ember súlya már képes kibillenteni egyensúlyából és pár centiméternyit elmozdítani. Keresztugri Dezső szerint a múlt élő része itt a jelennek, az ember és a természet szövetségre léptek benne.